Drága, mi szóval, hogy... Nagyon örülök, hogy ezek a történetek szerencsésen fejeződnek be. És ezek az emberek ma már látnak, láthatják a hozzátartozóikat, ami a legfontosabb. Mondjál az ön történetét, milyen látás problémája volt. Nekem a jobb szememen retinaleválás volt, már 3 hónapos. És ez mit jelent? Nem látott? Ez azt jelenti, hogy a szemnyomás növekedik, aminek következtében gyengül a látás, minden nap rosszabbodott a látásom, 3 hónap múlva semmit sem láttam a jobb szememre. Így elmentem Belgrádba, City Vidbe, ahol elvégeztek egy operációt. Görög orvos, dr. Teokáris operált. Amikor az első műtétre készültem, azt mondta, hogy a látásom pár nap múlva fokozatosan visszatér. Engem este ütöttek meg, reggel levették a kötést a jobb szememről, és én mindent láttam. Meglepődtem, elégedett voltam, és nagyon boldog. Most a jobb szememmel ugyanúgy látok, mint a ballal, ugyanúgy, mint azelőtt. Örülök, hogy végül minden jól sikerült. Ez azt jelenti, hogy egy ideig tökéletesen látott, majd hirtelen gondok merültek fel, amikor a jobb szemére 3 hónapig semmit sem látott. Az egészséges ember megszokta, hogy normális a látása, valóságos sok lehetett az ön számára, hogy nem lát. Ezt nagyon nehezen viseltem el, fejfájás és idegesség kísérte, ez volt a legszörnyűbb. Az érzésed, hogy mindenki látja rajtad, hogy nem látsz, és ettől leszel ideges. Hitt abban, hogy ez ismét minden jóra fordul? Nem, mert a 3 hónap alatt csak súlyosbodott az állapotom, és a jobb szemem látótere egyre szűkült, akkor arra gondoltam, hogy mint egészségügyi dolgozó a családom, a kollégáim segítségével így is lett. Jobb lett, mint azt Teokáris doktor mondta. Ő tulajdonképpen azt mondta, hogy a látásom fokozatosan visszatér, de nekem a látásom gyakorlatilag 12 óra alatt visszatért. Csodálatos, tehát ma kitűnően lát. Igen. Sziasztok!